Köszöntünk mindenkit, visszatértünk egy kis szünet után a második mérkőzésre ezen a mai screamen. Továbbra is itt van velem Gergő, másik kommentátor társam. Hello! Igen, jön az a rész, hogy a Huge Red Tigers eddig egy győzelmet sikeresen megszerzett magának, a Mystic Wombats pedig készül, hogy erre válaszoljon, és bosszút álljon az előző mérkőzés után, úgyhogy a oldalak az oldalak felcserélődnek, a kék és a piros oldal játékosai így megváltoznak, és hamarosan kezdetét fogja venni a második mérkőzés, ahol ugye a Huge Red Tigers és a Mystic Wombats fog egymás mellen játszani, és ugye az a helyzet, hogy egy picit lemaradtatok az előző mérkőzés végéről, úgyhogy Gergővel összefoglaljuk egy kicsit nektek. Hát, hogy mondjam, tehát, hogy ugye ezt láthattuk, hogy a Huge Red Tigers az elindított egy ilyen úthengert a mérkőzésben. Ezt továbbra is kitartották, sajnos itt ugye ezt technikai okokból, sajnos rajtunk kívülálló okokból nem tudtuk nektek megmutatni, úgyhogy ezért elnézéseteket kérjük, de végeredményében ezt a tendenciát követve egy nagyon szép játékkal a HRT tankönyvi példa módjára fejezte be ezt a mérkőzést, úgyhogy 1-0 az állás. A végén volt egy csodálatos light switch megmozdulás még, ami, ha jól vettem le a chatből, már pont nem látszódott az adásban. Egy olyan 3v1 szituációban volt light switch az alsó ösvényen, ahol még érkezett egy teljesen máshonnan még egy kristálynyi vesző is, tehát majd, hogy nem 4v1-ben volt, megszerezte a 3-as gyilkosságot. A csapat többi tagja addig levadászta az est, és ez alatt utána be tudtak menni, és le tudták szedni a Nexus-t. Úgyhogy ez volt a meccs vége, amiről lemaradtatok. Az egy gyönyörű szép play of the game talán megmozdulás volt light switch-től, nekem ez volt az érzésem. Mondhatni, igen. Úgyhogy ez sajnos így szerencsétlenül jött ki. Viszont azt gondolom, hogy ezek az izgalmak meg fognak jelenni a következő mérkőzésben is, minden bizonnyal. Ami viszont szerintem fontos és várható, az az Irelia tiltás. Ó, igen. Az szent meggyőződésem, hogy az első ban lesz. Jó, nem az első, de az első háromban benne lesz. Tehát, hogy Ireliát azt nem szabad light switch kezei közé engedni, mert elképesztően jól játszik vele, és nehéz rajta fogást találni. Tehát, hogy itt láttuk, hogy nem egy, nem kettő, nem három, hanem 4-5 ember is megpróbált rajta fogást találni, de egyszerűen olyan jól kezeli ezt a karaktert, mint kevesek. Úgyhogy őt ki kell tiltani. Na, de nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen csapat kombinációval, milyen taktikával fog most a Mystic Wombats előrukkolni. Mi van még a tarsolyukban, amivel meglepnék a Huge Red Tigers-t, és mit fog válaszolni erre a HRT, főleg abban az esetben, hogyha a comfort pickek közül mások, például ugye az Irelia kerül tiltásra. Egy kis érdekességként egyébként, ha már nem sokára érkezünk a tiltási és választási fázisba, akkor megjegyezném, hogy még igen, egy pillanat múlva egy Luluval kezdik egyébként a tiltást, ezt követi egy Niko. Talán tartják magukat az előző bannokhoz, azt gondolom. Igen, tehát ugye amit nem akartak korábban supportba látni, a Mystic Wombats játékos, ez a Lulu és a Braum volt. Ebből ők biztosak, hogy ezt továbbra se szeretnék. Niko és Caitlyn szintén érkezett ugye a HRT-től az előző mérkőzésbe is, na de most itt dől el. Igen. Nekem még nincs véglegesítve. Lehet, hogy csak viccelnek. Na, betadjuk nektek. Aha. Amúgy, ha elhozzák, első válasz. Ne, Poppy. Micsoda? Nem érkezett az Irelia-tól tiltás. Poppy tiltását. Ugye Poppy, korábban is említettük, hogy hatalmas komfort pick több játékosnak is, mind a Mystic Wombatsnál, mind a HRT-nél is. Úgyhogy ez egy olyan, hogy így se vele, se nélküle lesz. Igen, hát viszont a Gnárt, azt lehet, hogy igen, azt kiteszik. Az érdekes, hogy a Gnárt az előbb is a HRT hozta el, és most ők tiltották. Hoppá! Érkezhet a nem ban, hanem válasz reakció? Mystic Wombats Irelia pick? Van benne potenciál igazából. És bent hagyták, figyelj. Itt nagyon nagy izgalmak lennek. Yasuo az első választás a Mystic Wombats részéről. Hát én kíváncsi vagyok, illetve tudod, mire vagyok nagyon kíváncsi, hogy miért? Amit
Killer Reptile is kérdez a cseten, hogy miért ennyire félelmetes az a Poppy. Mert habár a metában most valamelyes benne van, még akkor is, hogyha comfort pick, én nem vagyok benne biztos, hogy fontosabb tiltás, mint egy Irelia. Habár 52%-os winrate-je van 3%-os pick rate-tel. Yeah, Poppy-ről azt kell tudni, hogy tankos, van egy kis mozgékonysága is, nagyon jól tud eldönteni csapatharcot, és a HRT-nél mind a toposnak, mind a jungle-ösnek benne van a kedvenc hősei listájában. Igen, hát itt újra láthatjuk ezt a trash választást, mellé egy Jarvan, itt azért érezzük megint csak, hogy csapatharcokban a HRT majd tud mit kezdeni magával CC tekintetében. És érkezhet egy Diana jungle-be, úgyhogy jönnek itt még a mágus karakterek, és lehet, hogy ez az olyan egy nem jungle, hanem egy mid lesz, és egy Gragas jungle, Gragas, mi lesz itt ez a Gragas pikkel? Nekem van egy vágyam, hogy itt mi legyen a tehát hogyha van a nézők között, aki szintén szereti The Baus FFS-t, sajnos nem. Pedig nem. Én bíztam benne, hogy láthatunk egy jó Gragas topot, esetleg egy kis fézrással, hiszen azért az egy igen kalandos dolog tud lenni, de sajnos nem ez történik. Na most itt a kérdés. A HRT vagy? Az Irelia még bent van. Kayle! Light Switch másik main karaktere Irelia mellett. Kayle az, aki érkezik a középső ösvényre. Na, ő late game champion. Hát abszolút. Hát kíváncsi vagyok, hiszen azért ez egy igen nagy váltás az Irelia-hoz képest, de csak úgy, mint az Irelia, ez is egy flex pick, tehát hogy a bannoknak a függvényében még azért lehet itt variálni. Lux tiltás érkezett. Ugye Varus lehet ADC, de a Mystic Wombatsnál szeretik Varust középen is használni. Elég nagy range van azon a Q-n, nagyon nagyot lehet ütni azzal a nyilvesszővel, nagyon fájdalmas tud lenni, főleg, hogyha a W-vel az még meg is van boostolva, van nála stun lehetőség az ultival. Szóval azért nem gyenge az a középső ösvény sem, mármint hogyha középre megy, és hogyha középre megy Varus Kayle-el ellentétes oldalon, akkor neki early-ben nagyon nagy esélye van pókolgatni, oda csípni és fájdalmat okozni Kayle-nek, amíg ő nem fog tudni olyan nagyokat sebezni, míg pár darab ulti szintet meg nem lép. Hát igen, mondjuk a Kayle pont azért szerencsétlen lén így a Varusnak, mert hogyha a Varus meglépi a hatost, azért neki ott igencsak megugrik a kill potenciája, csak úgy, mint Kayle-nek, mert akkor megkapja a range-ét, megkapja a nagy defenzivitását az ultiával, szóval így tökéletesen kioltják egymást. Elméletben, de ez ugye még nem jelent semmit, hát hogy elméletben igen. Hogy néz ki. Jön előbb a gyakorlat, és Ziggs is érkezik. Ha már az előbb volt szuper mega gyilkos rakéta, akkor lehet egy kis mega inferno bomba is. Belefért, hogy a szuper, a mega, a robbanjon minél nagyobbat, az a lényeg. Egyelőre úgy néz ki, és ugye ez megint a HRT-nél van, ez a hatalmas robbanás potenciál, ami nem lesz a HRT-nél, az a Sett és a Jinx, illetve ugye, ami nem lesz a Mystic Wombatsnál, még a Gragas, amit az előbb itt meglebegtettek nekünk, de végül viszont nem. Egy enni az lesz. Tibersz! Na most Tibersz ezt mire vagy? Tehát, hogy ha már itt egy órája arról beszélünk, hogy milyen csempeket játszanak, amik nem meták, akkor megjelent az enni. Még bent volt, még ott van a poolban, még visszatérhet, még lokkolhatják. Nautilust. Nautilust. Hát jó, ez azért nem egy szokványos kompozíció, azt gondolom. Most ugye akkor a sejtéseim azok, hogy Varus megy alsó ösvényre, Annie középső ösvényen fog Kayle-el, vagy Ziggs-el harcolni Kayle-tál felső ösvény, és egy ADC. Ne legyél benne olyan biztos, az Ziggs érkezhet az alsó ösvényre is. Igen, érkezhet. És sem. Valószínűleg ez is fog történni. Jött egy Shen. Aztán csak ügyesen. Bocsánat. Közben itt érkezett egy kérdés a cseten, hogy milyen mérkőzést láthatunk éppen. Szücsi, elmagyaráznád kérlek, ismét frissítsük föl, hogy mit láthatnak most a nézők.
Hölgyeim és uraim, köszöntünk újra mindenkit itt a mai GPS streamen, ahol a Gamer Power eSport Egyesületnek a két League of Legends csapata mérkőzik egymással, hogy megmutassa országvilágnak, hogy melyikük az erősebb. A Huge Red Tiger és a Mystic Wombats fog párbajozni egymással. Ez a mai BO3-as mérkőzés második mérkőzése, az első mérkőzést a Huge Red Tiger szerezte meg győzelmesen magának. Úgyhogy ennek a folytatását van lehetőségetek most látni ezen a streamen, itt velünk. Nagyon izgalmas lesz. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy egy mondatban össze tudod foglalni az egészet, de dicséretes volt. Sok vesző, úgyhogy kevés pont. Jó, hát kíváncsi leszek, tehát itt azért a Mystic Wombatsnak igencsak föl kell kötni azt a bizonyos nadrágot, hogy innen vissza tudjanak jönni, de továbbra is amondó vagyok, hogy ne írjuk le őket. Abszolút nem. Itt még meglepetések érkezhetnek. Érkezni is fognak. Izgalmasak nagyon a választások. Diana egy nagyon erős karakter. Nagyon-nagyon erős karakter. Nagyon jól lehet vele mozogni, nagyon lehet vele sebezni. Ott van Varus Pókkal. Ott a Tivers Maci. Tivers Maci iszonyat nagy stánokat tud okozni. Ott a Nautilus. Van Hook. Van ulti feldobás. Van lassítás. Iszonyatosan tankos vagy. És végül, de nem utolsó sorban, ott van mindenki első számú kedvenc karaktere, Yasuo is, aki tud sebzést kiokozni bőven, túl tud élni indokolatlan szituációkat, és hogyha esetleg nem alakulna jól a játék, mind tudjuk, hogy 0-10-ben akár Power Spike is érkezhet. Hát én úgy tudom egyébként, hogy ez 0-11-es, de ezen nem fogunk összeveszni. Ami viszont nagyon érdekes, tehát hogy oké, hogy van nagyon-nagyon sok CC, megint csak mindkét csapat oldalán, de a Mystic Wombatsnál itt azért elég nagy potenciál van jó wombo-kombokra. Vagy akár nevezhetjük wombat-kombónak is. Mortal wombat-kombó. Így van. Tehát, hogy azért, hogyha mind a Varus, mind a Zeni, mind a Nautilus le tud kötni tömegeket egyszerre, akiket, hogyha a Diana egy ultival el tud találni esetleg 4-5 embert, arra a Yasuo oda tudja verni az ultiát. Bizony. Sőt, egyébként csak az egyszerű Nautilus ultira is, hogyha valakit sikerül messziről elkapni, be tud repülni a szó, az is feldobással végződik. De nézzük meg ezzel szemben, mit tartogat nekünk a Huge Red Tigers. Azért ott is van még csapatkombó és potenciál. Van ott Taunt, van ott újra a Thresh Hook és a doboz, van Jarvan kataklizma, az is nagyon tud fájdalmas lenni, ha beszorulsz oda, meg hát feldobás főleg, is. Hogyha az a kataklizma összegyűjt több embert, mondjuk egy 16-os szintük élnek, akkor ott azért látjuk, hogy mi a probléma. Tehát azon a szinten már kell, csak annyit mondta, hogy brrra, brrra, brrra. És hogyha ez nem elég, ha ez nem elég, akkor csak így felnézel az égre, és annyit hallasz, hogy és jön a... Vigyázz, robban! Jön az X-bomba. Mondjuk ezt a forgatókönyvet én annyira nem látom, hogy a level 16-os kell ne lenne elég. Jó, igen, de a kataklizmában ettől függetlenül, ha bezárnak valakit, érkezhet-e meg a Inferno? Ja, tehát hogy az össze van makrózva, hogyha a Jarvan ulti kijön, akkor az X ulti automatikusan érkezik oda, ahol van. Ennek így kell történnie. Ez a matek. Igen, hát csak bízzuk benne, hogy ugye nem az ikonikus I'm Jarvan, I'm helping szituáció fog megtörténni, amikor a saját csapattársai zárja össze. Hát, megesik. Hát kíváncsi leszek, hogy igen, tehát azért ez csak úgy, mint Yasuo-nak a kardja. Egy két élő penge. Szép. Amúgy nem menjünk el a sem mellett sem. Ugye, felső ösvényre. A sem mellett sem. Vasárat. Nem ez volt a cél, de hát egyefene lehet szó viccelni, belefér ebbe a mérkőzésbe. Szóval ugye nála ott van alapból a Taunt, amivel el tud kapni embert, azzal nagyon jól tudnak kijönni különböző szituációkból. Ott van az, hogy le tud védeni egy-két alaptámadást, amik körülötte van a pajzsa, és az a Yasuo-tól kellő védelem tud lenni bizonyos csapatharcokban, de ami a legfontosabb, hogy ő kb. Bármikor lehet bárhol a térképen. Mert biztos, hogy jön egy teleporttal, és biztos, hogy ott van nála végső képessége. És az azzal egységben az erő. Így van. Érkezik igen, vissza azért ránk itt, a kép, nem itt, tudok sunyiba inni. Itt azért látjuk, hogy igencsak light switch köré épült megint csak ez a csapat kompozíció. Tehát, hogyha arra a kélre, tehát egy
hogyha valaki kezdeményezni akarna a kérre, akkor alapvetően ott van az ő ultia, plusz még egy Shen ulti. Az a rengeteg CC az defenzivitásra is jó, de nyilvánvalóan a kezdeményezés része az meg nem is kérdés, hogy egy Jarvan, meg egy Nautilus, nem, a Jarvan, de. A Nautilus igen. Másik jó, csapatban. Jó. Jarvan trash. A Jarvan ott, ja. Igen. Igen, szóval a trash. Trash meg a Jarvan. Azért azoktól senki nem vitatja el a kezdeményezési képességet. Abszolút nem. Jarvannál nagyon jól be lehet mozdulni különböző szituációkba. És hát ugye a cél az az lesz, hogy minél előbb érje el Light Switch a 16-os szintet. Jó az a 6, jó az a 11, de legyen 16-os. Mert onnantól kezdve eszméletlen erős az a kill. Tehát így ott az a Power Spike legnagyobb pontja, és ott nagyon meg tudják fogni majd a Mystic Wombats játékosait. Nekik az lesz a céluk, hogy minél többet büntetni Light Switch-et, minél korábban jó harcokat kezdeményezni és objektíveket szerezni, ne hagyjuk megerősödni azt a kélt, ne hagyjuk, hogy ontsa magából a sebzést, próbáljuk meg a Yasuo-unkra ezt ráfordítani, ontsa ő magából a sebzést, legyenek jók a wombókombók, találjunk be a képességekkel minél több emberre, dobjunk fel minél több embert, és öljünk amennyit csak tudunk. Igen, tehát, hogy ha itt egyetlen célja lehet a wombatok csapatának, akkor az az fejezzék be a meccset, mielőtt a kél full build-en lesz, vagy 16-as szinten. Eközben érdekes megemlítenünk már az idézői képességeket, ugyanis a Huge Red Tigers nem egy, nem kettő, de három teleporttal érkezett a szurdokba. Shannon ott a teleport, ez várható volt, Kayle is teleporttal jön, minél inkább tudjon helyezkedni, de Ziggs is biztosra megy, ő is teleportálgatni fog, és emellé természetesen még van egy kifárasztás Thresh-nél, amivel szembe ugye a Mystic Wombats érkezik kettő teleporttal, mind Yasuo és Annie személyében, egy kellemes és biztonságos heal Varusnak, nehogy valamikor túl hamar fogjon el az életereje, és végül Nautilus inkább agresszivitásra fog rámenni, szóval érkezik a heal felezés az Ignite-tal. És bent is vagyunk. Érkezünk is az idézőknek a magasztos szurdokába. A második mérkőzés a Huge Red Tigers és a Mystic Wombats összecsapásába. Megfordult a térfél, kék oldalon ezúttal ugye a Mystic Wombats, és piros oldalról érkezik a Huge Red Tigers. Már megy egy kis helyezkedés, jobban együtt mozog megint a Huge Red Tigers, és talán... Még nem látják, még mindig Thresh Hook érkezik-e? Lehet-e menekülni? Villanás! Így is van. Zuyu ezt nem kockáztatta meg. Ellenben... Most jó pár percig nem fog tudni elvillani Zuyu, úgyhogy akár egy korai kis támadás érkezhet felé. Nem pazarolt el a HRTR-re villanást, ott még megmutathatják Annának, hogy ők ott vannak, bizony nem mennek messzire. De azért egy kicsit most már az ösvény felé kéne fordulni már, na, csak-csak. Igen, itt azért... Habár Ziggs nyilván nem az a karakter, aki, mint mondjuk egy Tryndamere vagy egy Darius level 1-en szétkalapál, de attól függetlenül, hogyha nincsen villanása annak a Varusnak, akkor neki sokkal óvatosabban kell játszania. Mert hogyha a Thresh előbb lépje meg a level 2-t, mint ők, akkor ott túlra baj van. Will Smith féle pop. Bocsánat. Jaj! 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 Ne vedd a szádra a nehéz. Na de hát, jungle-özünk, farmolgatunk, itt ott szedjük a minionokat, kezdődik a játék korai szakasza. A kérdés csak az, hogy megint lesz-e olyan nagyon korai támadás, mint az előző mérkőzésben. Ugye most azért Light Switch-nek nincsen akkora potenciálja már early-ben támadni, de ellenbe botlinen lehet szórni azokat a kis bombákat, lehet kóstolgatni az ellenfelet. Úgyhogy a kérdés... Vajon melyik ösvényen, és vajon ki fog először támadást indítani ellenfele ellen? Én azt gyanítom, hogy Praise the Sun lesz az első, aki killt fog elhozni, mivel azért a Yasuo az egy Yasuo. Hiába van Shen ellen, viszont érkezik pont egy hook, hogy meghazudtoljanak, de ebből nem lett még semmi követés.
Ezzel szemben ilyen a korai húkok jönnek. Trash és Nautilus. Abból fognak most állni, hogy próbálnak minél tovább fújtolni. Ugye érdemes azt is megjegyezni, hogy hármas szintig még elég erős tudnak. Viszont megy be, EQ-val föl is lehet lökni kakaobabot, torony alá nem érdemes itt még menni. Viszont égetések ugye nincsenek egyik játékosnál se. Igen, igen. El kellett innen villanni. De azért nem szabad leírni egy Shen sem még early-ben, mert lehet, hogy nem olyan nagy az alapsebzésének a szorzója, vagy bármi. De azért az a három ütés, ameddig a Q-ja tart, az tud fájni. Az a három ütés egy gyengébb karakternek a fél HP-ját is el tudja vinni. Úgyhogy egy jó taunttal együtt az bizony fájdalmas tud lenni. Főleg esetleg, hogyha a torony range-ben tudja ezt megoldani. Még akkor is, ha nem akarja megtámadni ellenfele, pont ezért nagyon jó az a képesség. Way to Hell-nél szól a kis Mission Impossible zene. Őt nem látták, hogy ott van abban a középső bokorban. Úgyhogy nagyon-nagyon közel van az EQ range-hez, érkezik a lámpás. Ugye nincsen villanás, EQ-val két embert fel lehet lökni. Zix még vissza tudja lökni, első gyilkosság. Kage-samát még be lehet fejezni, nem talál a villanás. Viszont milyen villanás a húk, Way to Hell-t még kicsit be lehetett húzni, de őt nem viszik magukkal a túlvilágra. 2-0. Ez Mission Possible volt, elképesztő volt, gyönyörű volt ez a lámpás plusz Jarvan Darda játszma. Nagyon szép volt a feldobás, a kilökés, kiszorították őket a torony mögül, nem voltak biztonságban, és meg lehetett szerezni ezt a két gyilkosságot. Zuinak nem volt esélye elmenekülni. Kage-sama meg hát egyedül már nem volt harcos helyzetben három ellenféllel szemben. Nagyon jól megkoreografált támadás volt ez. Pillanatok alatt szerintem, ami itt nagyon fontos, amit ismét csak csinál Way to Hell, gyönyörűen sétál körbe a Vision körül. Viszont érkezik Yanasama is, ebből itt lehet harc, kábítás érkezik, ahogy a lekötés is. A trash-e még lehet Yanasamát, aki villan is, cc-zni. Lightsis is viszont nagyon alacsony életerőn van. Igen, igen, neki még egy kicsit talán most bátor lenne vissza kimozdulnia. Érdemes lehet hazamennie. Ebből ugyan gyilkosság nem lehet, de kosolgatás azért bőséggel, és felmérni azt, hogy mozognak itt az ellenfelek. De nem volt igazad végül, látod? Nem Praise the Sun volt az első, aki gyilkosságot szerzett a Yasuo-val. Igen, én bíztam benne, hiszen hogyha a Yasuo most nem szerzi meg, akkor a Shen ellen neki folyamatosan csak csökkenni fog az esélye. És a eszméletlen gyorsan lesz tankos. Tehát, hogy Kage-sama érkezik Hextech villanással. De ezzel valószínűleg az X tisztában volt teljes mértékben, úgyhogy ebből már nem. Ebből csatát nem lehetett kezdeményezni. Hát igen, ő azért tisztában volt vele, Hezud, hogy mit jelent az, hogyha a bokorból próbálnak rákezdeményezni valakire. Ugye ezt Way to Hell az előbb megmutatta. Ők tudják, na, az a mi taktikánk, az nem úgy működik, hogy ellenünkbe vetitek, de egyébként figyeld, Way to Hell már megint közeledik. Itt ugye akár lehet a sárkányra fordulás is, nagyon jól csinálták az előző játékban is a korai sárkány meg begyűjtéseket, de akár fordul is lehet, nem. Igen, is kezdi. Bizony ez már sárkány, Brosos pedig megy is már segíteni neki, akár. Igen, ami érdekes, hogy nem látták, hogy Diana a felső ösvény fele nézelődik éppen. Ez így egy nagyon bátor, de abszolút kifizetődő kezdeményezés a sárkányra. És első felhő sárkány a csapatnál. Az előző játékban is egyébként pont egy felhő sárkányjal indították, azt hiszem, a mérkőzést. Úgyhogy ha megint meg lesz hamar a hatos szint, akkor bizony gyorsabban is újra fog tölteni ez a képesség, amit éppen egy-egy karakterrel akar majd használni a csatákban. Ami ugye például Kakaobabnak is nagyon előnyös lehet arra, hogy becsatlakozzon egy-egy alsó ösvényes nagyobb csapatharcba, amit nem biztos, hogy majd időben le fognak tudni reagálni. És nézd meg, Way to Hell jött, hogy csókolom, én ezt a redet vinném, köszönöm. Így van, az már nem a te reded, az a mi redünk. Viszont ugyanezt eljátsz a felső ösvénynél Yanasama is. Rajta ott van. Way to Hell-nek a pirosa. Úgyhogy itt egy gyönyörű horizontális dzsungelezésbe vált át a játék. Igen, és még érkezhet is. Kakaobabra így lehet kezdeményezni, de azért azt látjuk, hogy ő most
Nagyon óvatosan játszik. Farmol, nem harcol. Nem úgy, mint ez a zeni. Érkezik Tibbers. Viszont visszaüt igen nagyokat az a kél. Kill ebből így még nincsen. A junglersek talán itt meg tudnak alkotni egy kicsit. De ott kettő szint előny van Janasamán. Azt láttuk az előző meccsben, hogy kettő szint előny az milyen sokat számít. Eszméletlenül fájdalmas tud lenni, és főleg egy Diana-val, főleg azzal, aki be tud ugrani, nagyon sokat tud sebezni, és ott van az az ulti, amit csak elő kell készíteni, hogy ott van a Yasuo a környékeden. Úgyhogy nagyon várom már a csapatharcokat, de mennyivel nyugodtabb, kimértebb mérkőzés már most ez, az, mint az előző. Kóstolgatások, pókolgatások vannak, de nincsenek olyan intenzív és olyan nagy csaták, mint az előző mérkőzésben. Nehogy elkiabáljam. Ne aggódj, túlélte. Egy pillanatig se volt veszélyben. Egyébként igen, tehát hogy még mindig ott van a végső képesség. Hoppá! Inkább a villanását használja. Az a lényeg, hogy túlélje minél biztosabban. Egyébként látszik, hogy tényleg biztonságban van, tehát hogy ameddig még van égi ítélet, addig még biztosíthat magának bármikor pár másodperc sebezhetetlenséget és nyugodt menekülést, meg akár magának egy kis gyógyítást is. Így viszont, hogy nincsenek ekkora harcok, nem lesznek akkora előnyök a plétek szerzésén. Hoppá, praise the summoner. Praise the sun azért itt elég alacsony életerőm van. Úgyhogy tőle azért ez bátor dolog, viszont itt brosost nem látják, úgyhogy lehet kezdeményezni arra a zenire, neki ultia nincsen még, pont most töltött vissza. Viszont kakaóbabot sem lehet békén hagyni, de Praise the Sun, jújjúj, Praise the Sun pont el lehet kapni, kakaóbab pedig villan is rá Janasama, de a pajzs még pont feltölt a passzívból, és elképesztő, hogy miből jön ki még kakaóbab. Ilyen, hogyha Shennel játszol. Elképesztő mennyi sebzést kibír az a karakter. Nagyon jó volt a támadás részéről. Kevés volt az életerő a Praise the Sun-on. És tudnak fordulni eközben szépen óvatosan rá a szurdok hírnökére. Hop-hop, Janasama ezt most akár észre is vette. Így van, brosos be is lehet húzni, ő még csak ötös szintű, de érkezik rá az egységben az erő. Csak úgy, mint a halálos ítélettel el lehet kapni Annát, aki így meg is hal. Így van, de Way to Hell nem áll meg, ő még kagét elkapja. Úgyhogy... De továbbra sem áll meg, Praise the Sun-t is lehet kergetni. Miért is állna meg? Négyen. Négyen lehet tovább. Három emberes Diana ulti, Yasuo érkezik rá. Viszont ez itt most még kevés. 4 a nulláért a gyilkosságoknak az aránya. Elképesztő, milyen pontosan karakterről karakterre mentek tovább, és szedték be azokat a gyilkosságokat maguknak a Huge Red Tigers játékosai, akik ezzel megszerezték a 7. gyilkosságukat már a csapatnak így összességében, és a plétet is az alsó ösvényen. Hoppa meg a Inferno bomba! Viszont Varusnak a romlás láncai betalálnak, ennyi HP-ról akár még Kagesama is agyon verheti. Úgy is van. De gyönyörűen Zuynak oda is adják ezt a gyilkosságot. Van, Hezud egy kicsit túl bátran ment előre. Hát hiába szedtek ki 4 embert, ugye óvatosan és szépen mégiscsak itt a hírnök környékén. Azután, hogyha felélednek, menni kell vissza az ösmére, hogyha azt a torgyot be akarják szedni. Hírnökurnokánál az nagyon fontos. Igen, de Way to Hell még 2 torony között is piszkálgatja Praise the Sun, de tökéletesen tisztában van vele, hogy brosos is jön neki segíteni. A hírnök szurdoksa érkezik fent a felső ösvényen. Ez itt egy kicsit talán azért túlzás volt Kagesamától, hogy ő még az ultiát is kinyomta arra a kérre. Igen, de Janasama elközben sunyiba, de megszerezte maguknak az első sárkányt. Úgyhogy... Igen, így érkezik, megint csak görgeti azt az előnyt. Bele tud-e ugrani az a Herald ebbe a toronyba is? Az nagyon-nagyon sokat számít, és nem! A Yasuo pont le tudja ütni még a levegőben. Vétuhát viszont látják, hogy alacsony élete... Micsoda, milyen alacsony életerő! Max Nana. Nana. Lightswitchnek ott van bőséggel az a kis ilye. Hopp, Vétuhát ki. Viszlát, mondta ő. Viszont
Míg ment ott a felsősnél a csata, Janaszama nagyon szépen megszerezte maguknak azt az első sárkányt, úgyhogy egy kicsit most már egyenlőbb a helyzet a térképen, illetve ugye a tűz sárkány. Hárman lehet közben Lightspeed-re érkezni, Diana ultival őt visszahúzzák, neki még a saját ultia, az égi ítélet nem elérhető, úgyhogy a második gyilkosságát szedi össze Zuyu. El is Zuyunak a kill, Varus, hogyha erős, akkor messziről nagyon jókat fog tudni sebezni, és bőven a csata területén kívülről fog tudni osztani meg sebzést, ezzel biztosítva a túlélést akár a csapatának. Igen, de itt szerintem az fontos egyébként, hogy ahogy látjuk, ez egy Lethality-s Varus lesz, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a build a legalkalmasabb egy ilyen kompozíció ellen. Mit gondolsz erről? Hát a Lethality Varus az arra fog játszani, hogy kiszedjük a két még mielőtt túlélné. Csak úgy, mint most Praise the Sun kakaóban. Azzal a Sunfire-rel olyan szinten megmikrózta, hogy időnk se volt látni. Hát pontosan ez a baj, tehát Lethality-vel van esélyed Light Switch-et kiszedni, hogyha éppen másra teszi az égi ítéletet, vagy hogyha épp nem elérhető. Könnyű kiszedni Hezudot, de nem tudsz labdába rúgni nagyon egy tank karakterrel. És ugye ott van a Thresh, ott van a Jarvan, ott van Kakaóban. Viszont lehet, hogy torony alá fog érkezni. Így is van. Ki lehet húzni a Jarvant az ugrásából, gyönyörű szépen állítja meg az engage-et Kage. Ez igazából ennyiben marad. Itt az volt a cél, hogy túléljék. Ne kelljen hazaszaladni. Biztonságban legyünk. De Kakaóban kettő ember között van, megérkezik Tibers, mindjárt három ember között, de még így is megöli Janaszamát. Elképesztő, és csak most érkezik meg Lightspeed, aki viszont már 11-es szintű, tehát azért neki range-e, meg sebzése van, a passzívja betöltött, Kataklizma érkezik, Ennit lehet kergetni, Jarvan folyamatosan lassítja, Lightspeed pedig be is fejezi. Praise the Sun! Bement a Yasuo-val, megpróbált megszerzni a gyilkosokat, hirtelen ott tervett a fél ellenséges csapat, és nem volt elég az a sebzés. Ellenben ugye Lightspeed, aki már 11-es szinten, ott van a fejlesztett ultival, ott van azokkal a lángcsúvákkal, brutál sebzést kiosztva. És hát ugye emellett mindenképp meg kell említeni azt, hogy Kakaós Bab elképesztően jól megy most ezzel a Shennel. Nem lehet őt megölni, de cserébe leégett mindenkit, ahogy csak tud. Azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy nem mindegy, hogy Kakaó Bab vagy Kakaós Bab, viszont érkezik az a Shen ulti, és pontosan az történik, amiről beszéltünk, hogy hiába van alacsony életerőn az a kill. Neki kettős védőfala van, nagyon nehéz lenne őt elkapni. 2-13 a gyilkosságok. Ahogy elnézem, tévedtünk ezzel a Lethality build-el kapcsolatban Praise the Sun-nál. Ugyanilyen ott van a tegez, szóval ebből azért inkább egy Kraken nem Praise the Sun-nál, Zuyunál mondtam a Lethality-t. Zuyunál a Lethality-t, ó, pardon! Szerintem hát Lethality is Yasuo, az nagyon mókásan hangzik, de nem biztos, hogy jó. Varus pedig azért kell rá Lethality, hogy egyszerűen tudj úgy érvényesülni egy csatában, hogy ne kelljen bemenned arccal a közé, a kék közé és sen közé. Ott neked kívül kell tudni maradni. Ott rá kell bízni Yasuo-ra azt, hogy ő a tankokat leüsse. Hoppá! Kicsi kezdeményezés, de Kage fordul vissza. Megérkezett a kill, akinek föl van stackkelve a passzív, meg a Inferno bomba, és Kage-szemát pont be lehet fejezni. Light Switch még mindig menne tovább, két torony között kergeti Annát, a kábítást kiérkezik Light Switch-re, neki ultia még nincsen, de a fogát nem hagyja itt, mert Hezud az, aki tankolja neki a torony. Na, ez az észvegem, az itt hagyja a fogát. Igen, most Janaszama! Janaszamát, mint volt egy ott. Lupit úgy pukkasztották ki. Érkeznek is a tier 2-es toronyra. Ami egy Ziggs-nek minden bizonnyal nem lesz akadálya, hogy ledöntsék. Nézd meg, Light Switch már ugye 11-es szint fölött van, hihetetlen sebességgel szedi össze azokat az minionokat, a farkasokat, amit csak szeretne. 173-as farmon már most, 5-1-6-os a közben kezdeményez, de ez nem biztos, hogy egy kifejezetten jó, így is van. Egy pillanat alatt meg tudják őt sajnos ölni, és ezzel együtt sárkányt is elbukja a Mystic Bombast csapata. Infernál sárkány a HRT-nél, és éled a szurdok hírnöke. Ahogy majd 24 másodperc múlva Praise the Sun is éled, a Kakaóban őt nagyon-nagyon csúnyán elintézte torony alatt. 7-0-5-ben van az a Shen.
Janasama, ne kergesd, el fog tudni menekülni Kakóba. Ott a torony, mindjárt van újra csúszás, és még lassítok. Hoppá! Az ultival még őt vissza lehet húzni. 1000 goldos shutdown gyűjt be Janasama. Rajta ez Shenről. Nagyon jól fog jönni. Janasamának mindenképp kell most az erősödés, ráadásul ugye a gyűrűvel is kezdett, úgyhogy neki kellenek azok a killek. Mondjuk egy ilyen meccsben, hogyha ebből Magi életlopója lesz, hát én nagyon meg fogok lepődni. Az egy nagyon bátor vállalkozás lenne. Here comes the money. Én nagyon támogatom, abszolút mellette vagyok. Nem biztos, hogy a legbölcsebb választás, de mindenképpen bátor. Hát hamarosan kiderül. Még van idő hírnökre fordulni. Még mert nem részt a szem esetleg az zonyára menne. Amit... És azt nézd meg, azt a vardokat. Kicsit lentebb, kicsit fentebb. Teljesen biztosítva, hogy lássák, hogy ki onnan érkezik. Itt van, látják is, lehet érkezni. Thresh-sel lehet szétűzni Kage-samát. Ú, az enni kipukkad, megy utána a Yasuo. Kage-samát is be lehet fejezni, így is van, nincs menekvés. Egy Heraldért 3 embert áldoz a Mystic Bombas csapata. Nem tudom, láttad, de ott volt. Kataklizma, és repült rá meg a Inferno bomba. Puff! Így is van. Pontosan. Abból már csak a naptűz köpennyel le lehetett vinni, vagy naptűz égisze le lehetett vele vinni az egész maradék HP-t, miközben ott kicsit így kardozgatni, ninjáskodni. Kicsit korai volt az X-től a kis hasítasi. A tornyot nem sikerült vele fölrobbantani, de... közben azért Light Switch igencsak nagy pofonokat ad, és neki még vissza van a legjava. Hatos szinten ő plusz 100 range-et kap, azon felül, hogy a passzívja folyamatosan elérhető. És hogyha most haza fog menni Light Switch, szerintem lassan ott lesz a pénz arra, hogy azt a maxos gyűrűt egy Magi-ja alakítsa, és még több jelzőt szerezzen rá. Hát főleg így, hogy még az alsó ösvény tornyát is elhozzák. 5-0 a tornyoknak az aránya. Én nem vagyok benne biztos, hogy látok olyan kimenetelt itt, ahol meg tudja fordítani a Mystic Bombas csapat ezt a mérkőzést. Még egyébként születhetnek itt nagyon jó csapatharcok, hiszen magában a csapatban ott van a potenciál. Ott van az, hogyha egy helyre vannak szorulva, akkor bemehet a Tibers ulti. Bemehet a Diana feldobás, mehet a Yasuo ulti, csak még nem volt ilyen szituáció, hogy mind a három egyszerre megvalósulhasson. Nagyon-nagyon jól ráfordultak arra, hogy külön-külön szedjék ki ezeket a fontosabb csapatharc karaktereket a HRT játékosai. De mindeközben, még ha ezek mind be is találnának egyszerre, akkor a hátrányban vannak. Több 14 000 goldos hátrányban vannak a Mystic Bombas játékosai. Az a Yasuo ulti vajmi kevés lesz ahhoz, hogy meg tudja fordítani ezt a meccset. A Thresh-nek a loketje minden bizonnyal többet fog pajzsolni, mint amennyit az sebez. És egyelőre maradunk egy kis pozicionálgatásnál, minél több arany megszerzésénél. Érkezik a Nautilus ulti, közben föl lehet lökni Light Switch-et. Light Switch, aki fordul vissza Kage-samára, 1v4-ben megy be. A Shen ulti érkezik rá, a saját ultia is kiérkezik, így ő még közel sem hal meg, lehet tovább aprítani. Első killott a kélen, második, lehet menni tovább, pörög rajta az item, pörög rajta a passzív. Hármas gyilkosság, Zuyu még éppen, hogy el tud menekülni, de mindjárt érkeznek a minionok, és még egy Heraldot is oda tesznek. Light Switch 6-os szinten benyomta azt a switchet, és azóta nem áll meg. Mennek is, az inhibitor védő toronyra érkezik a teleport. Egyedül Zuyu az, aki próbálja tartani a frontot, dőlt az inhibitor. Szegény. Herald azért még egy... Fejelte még azért egy kicsit érdekes mozdulatot csinál. És torony alól lehet még Praise the Sun-t kiszedni. Itt már nem is kérdés, egy 2-0-ás állás után befejezi ezt a BO3-as sériát. Huge Red Tiger csapata. Két nagyon-nagyon izgalmas mérkőzésnek lehettünk szemtanúi, utóbbinak már teljes egészében ti is szemtanúi lehettetek, ahol eszméletlen egy előrenyomulást, izgalmas csapatharcokat, brutális carry-ket,
elképesztő tankok harcait, ugye itt most erre gondolok, ahogy halhatatlan módra leégetett mindenkit, mindent volt lehetőségünk látni, és nagyon reméljük, hogy lesz még folytatása ennek a mai alkalomnak, hiszen én még megnézném ezeket a párharcokat, megnézném, hogy a Mystic Wombats esetleg későbbiekben mivel készülne Light Switch ellen például, vagy a csapat ellen. Na de hogy látod ezt, Gergő? Hát ahhoz szerintem, hogy itt egy kiegyenlített visszavágó legyen, ahhoz a Mystic Wombatsnak nagyon, de nagyon föl kell kötnie azt a bizonyos nadrágját, hiszen elképesztően egy oldalú mérkőzéseket láttunk. Az elejétől a végéig egy-egy kilt leszámítva tankönyvi minta példa módjára mentek végig a HRT játékosai a Mystic Wombatsen. Egész egyértelmű volt itt az erőfölény. Igen, nagyon-nagyon jól választották ki az objektíveket, nagyon jó volt az előrenyomulás, nagyon jó volt a carry-k megvédése, nagyon magabiztosak voltak, és nagyon-nagyon erősek. Itt minden olyan szinten összehangolt volt. Akire mozduljunk rá, amikor kezdjünk csatát, amelyik objektív legyen meg, amikor menjünk genkelni, ahogyan kell a bokorban Mission Impossible módra bemenni oda, Way to Hell módra, ugyebár. Brutálisan kiszámolt és pontos gyilkosságok tömkelege, nagyon gyorsan és ügyesen megszerzett tornyok, objektívek, sárkányok. Egy-egy finomabb és szebb ellenpélda azért érkezett rá, hogy azért megmutassa a Mystic Wombats, hogy azért van itt, amit tudunk, de annyira összeállt ez az egész. Olyan jó lehetett a kommunikáció, olyan jó lehetett a tervezés, a csapatmunka, az egyes karaktereknek a komfort pikjeibe való mozgolódás, hogy ezzel nagyon szép győzelmet sikerült aratnia a Huge Red Tigersnek. Igen, hát itt ugye azt említettük korábban, hogy a Mystic Wombatsnek ebben a mérkőzésben igazán egy esélye van, hogyha azelőtt be tudják fejezni ezt a mérkőzést, mint hogy beszkélelne az a kél. Hát sajnos, vagy nem sajnos, nézőpont kérdése, pont az ellenkezőjére billent ez a mérleg, a másik oldal valósult meg, itt ahogy a cseten is írtátok, abban a Yasuo-ban ezzel a Diana kombóval lett volna potenciál, hogyha neki van több ideje, tud itemeket venni. A második itemje után valószínűleg ő már oda tudta volna tenni magát, de egyszerűen nem hagytak neki esélyt. Itt kiemelném azt, hogy Kakaóban milyen jól ment Yasuo ellen, ugye Praise the Sun alatt. Nagyon korán megvoltak a csetepaték, az elsőnél még ott nézegettük, hogy ebből akár Praise the Sun jobban is kijöhet, de nem, mert amint megvolt a palás égetés, és aztán az egész égisz, olyan mennyiségű égetést tudott kiosztani, és ugye teljesen tankos volt, hát köszöni szépen, jöhet szépen a támadását, én bírom, te meg égsz cserébe, teljesen megéri. És ugye emellett ott volt végig az állandó potenciál benne, hogy én akármikor kell, megvédem Light Switch-et. Ő meg tudja védeni magát az ultival, de ha esetleg elfogy, vagy ha esetleg sokan vannak ott, én megyek. Betauntolom, engem ütnek, én égetem, ő leszedi. Done. Pontosan, itt Killer Reptile tökéletesen fogalmazza meg, méregették egymás kardját, és a Shennek volt a nagyobb, sőt, neki kettő van. Kettő is volt. Egy pár perc szünet múlva pedig érkezünk majd egy rövid interjúval, ahol a Huge Red Tigers egyik játékosával fogunk beszélgetni. Maradjatok addig is itt, találkozunk pár perc múlva. Asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I did. So delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.
motion. A couple million now I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Choppers, better cut those risks. Or one of my fists, we fire starters, starters. One out of a million, you will reach those heights. I'll be kind of feeling that I won't deny. That work, never can pass. Look in my eyes, I'm on the rise. Rise. Na hát vissza is tértünk, elsősorban köszöntjük itt velünk Light Switch-et, ugye a mai nap MVP-ét szerintem fogalmazhatunk így. Mesélj, milyen volt ez a mérkőzés, ez az elmúlt kettő mérkőzés? Hát ugye először is én Irelia OTP vagyok, és így nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy az első meccsen játszottam Ireliát. Szerintem hát majdnem mondhatjuk azt, hogy lehető legnehezebb meccsapot játszottam minden, mivel a Lissandra az ugye bárma szészézni tud egy Irelia-t, és akkor nem sokat ír a champ. Viszont szerintem ki tudtam használni a champemet a lehető legjobban, ezért meg tudtam nyerni a lénemet. Utána már igazából a csapattal együtt mentünk végig, és ugye beendeltük a meccset. A második meccsen ugye K-listem, és hát mondhatjuk azt, hogy Kaylee volt az első csempem, amivel legelőször játszottam, szóval ezt is kitanultam, viszont az utóbbi időben félretettem a karaktert, mert szerintem nem volt annyira erős, de most visszajött a metába. Ezért gondoltam, felvetettem az edzőnök, hogy hát ha játszhatnék egy Kaylee-t, és így ekkoré építettünk egy kompot. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez egy előre tervezett taktika volt, hogy köréd építsétek a kompozíciót, vagy csak hirtelen a baráti mérkőzésre találtátok ezt ki? Hát igazából a baráti mérkőzésre találtuk ki, és nekem így beugrott, hogy itt van ez a karakter, és pont metában van, és akkor megkérdezem az edzőt, hogy játszhatunk egy ilyet.
Szóval így igazából ennyi, és akkor megint a matchupom az megint kicsit, hát enyhén szóval szar volt. Mert ugye Zsenni azt tudott pókolgatni, stanolni, ugye a Diana is nagyon megszerül rám tud ugrani, és akkor gyorsan meghaltok. Az elején ugye a hatos szintig még nem tudok olyan gyorsan elmenekülni, csak egyszer, hogyha van flash-em. Megint csak annyit tudok mondani, hogy a csapat együtt nagyon erősek vagyunk. Ugye a topot azt hozták a srácok, a Dzsungelsz és a Shen, és igazából itt megint együttes erővel nyertünk. Ennyit szerintem. Mit gondolsz? Mit kezdtetek volna akkor, hogyha esetleg mind a Kélt, mind az Irelia-t elveszik tőled? Akkor fölborult volna, tehát hogy akkor másra kerül a csapatnak a fókusza, vagy akkor is rád, csak másik karakterrel? Nem, igazából egyszer rosszul fejeztem ki magam, mert igazából nem rám került a fókusz, hanem hogy az egész csapatra, hogy mindenkinek van egy szerepe, és akkor azt a lehető legjobban kihasználni. De nyilván nem estünk volna pánikba, akkor hoztam volna valamilyen control mage-et, és akkor próbálom segíteni a Dzsungelt és az ADK-t is. Azért jól érezted most így magad, hogy sikerült központi szerepbe lenned, és főleg talán az Irelia mérkőzésnél volt az, hogy nagyon hamar, nagyon jó killeket szerezned, és ezzel előre haladnod. Adott ez egy ilyen extra löketet, egy nyomulást a csapatnak, hogy megvolt az első, és mehetünk előre? Igen, szerintem adott egy löketet. Nyilván még nem mondom azt, hogy tökéletesek vagyunk, mindenkinek még van mit fejlődnie, nekem is. Szóval így igazából ennyi. Mit gondolsz, hogyha esetleg egy kiegyensúlyozottabb, vagy egy jobban kiegyenlített mérkőzésben mi az a gyengeségetek, ami egy nagyobb problémát okozhat? Itt én leginkább magamat tudnám kiemelni, mivel én magamat ismerem a legjobban. Én nem nagyon szoktam figyelni a mappot, ezért nekem mindig ugye a support és a jungle szokott segíteni, hogyha valaki miszter is mondjuk feljön midre. Szóval nekem még erre kell nagyon figyelnem, hogy a mappot figyelem, mikor hova menjek segíteni esetleg a jungle-essel, és a supporttal együtt a jungle-be. Volt előre megtervezett stratégiátok nagyjából a mérkőzésre, hogy mik az első célok, mik az objektívek, milyen sorrendbe szeretnénk haladni, vagy csak mentetek az árral? Igen, volt tervezett akciók. Ez például az egyik az volt, hogy dupla sutyerákot azt az Irelia smetten azt mindenképpen vigyük el. Ezért is mentem fel a topos sutyerákra, amikor ott volt a trendol, és megszakítottam. Ez már csak egy másik kérdés, hogy meg is öltem. De igen, tehát protektálnunk menni kellett a dzsungellel, minél több objektívet el kellett venni. Ez volt a lehető legjobb cél. Ez a legfontosabb cél. Nekem egy utolsó kérdésem van, hogy azt láthatjuk, hogy most itt a Twitch-en a csapattársaid árgus szemekkel figyelnek, üzensz nekik valamit. Hát azt üzenném nekik, hogy hajrá csapat, még van hova fejlődnünk, de szerintem már nincs olyan messze a profiliga, hogyha nevezhetném így. No, Lightsuit, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és gratulálunk a győzelmetekhez. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen, hogy kitartottak velünk, és ezeket az izgalmas mérkőzéseket végignézték. Remélem, hamarosan találkozunk majd újra veletek, és hasonló izgalmas mérkőzéseket kommentálhatunk, vagy pedig ugye egyéb tartalmainkat is meg tudjátok nézni itt a GPS adásán, illetve egyébként Gergőt is tudjátok követni. Másik remény mutattam. Így van, twitch.tv/VolárGergő. Kommentátortársam Szücsi volt. Pedig... És köszönjük szépen még egyszer Lightswitchnek, hogy itt volt velünk. És hatalmas gratuláció a staffnak a háttérbe, aki összehozta a mai streamet, ezután egy taps Marcinak, aki megmentette a menthetőt, amikor csak lehetett. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!